Bentlakásos intézményben gondozzák az időseket Nyírteleken. A statisztikák szerint csaknem 54 ezer betöltött idős otthoni férőhely áll rendelkezésre jelenleg Magyarországon, azonban mintegy 21 ezeren vannak várólistán, azaz ennyien szeretnének bekerülni valamelyik ellátóhelyre. A nappali ellátásban és étkeztetésben ettől valamivel jobb a helyzet. Itt 122-en, illetve 288-an vannak várólistán. A szakemberek tapasztalatai szerint az idősek egyre rosszabb egészségügyi állapotban kerülnek be az ellátotti rendszerbe annak ellenére, hogy ellátásukra rendelkezésre áll a módszertan és a szakembergárda is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él országosan a legtöbb idős ember. Nagyon sokan élnek egyedül vagy párban, magányosan, gyerekek nélkül vagy rokonok nélkül egy-egy területen. Ennek szinte következménye az, hogy a megyében nagyon sok az idősekkel foglalkozó szociális intézmény, nem csak intézmény, hanem inkább ellátórendszer. Tehát nagyon sok olyan intézmény van, aki ezzel foglalkozik, feltételezhetően szakemberekkel dolgoznak, tehát szakemberek is vannak bőven a megyében. Záhonyban és térségében 20 férőhelyes idős bentlakásos intézményt működtet a Szociális és Gondozási Központ, ezen felül házi segítségnyújtásban mintegy 560 idős ellátottal foglalkoznak. Éppen ezért van a mi intézményünk is, ami elsődlegesen házi gondozással foglalkozik, ami arról szól, hogy az idős lakosokat otthonukban gondozzuk, illetve idős bentlakásos intézményünk van, hogy azok az idősek, akik már nem láthatók el saját lakókörnyezetükben, azoknak 24 órás felügyeletet biztosítsunk. Nyíregyházán 600 idős embert lát el a helyi központ a házi segítségnyújtás keretében. A felmérések szerint az idős emberek egyre rosszabb egészségügyi állapotban kerülnek be a bentlakásos otthonokba. Köreikben növekszik az időskori szellemi hanyatlásban szenvedők, vagyis a demensek, illetve az egésznapos felügyeletet igénylők aránya, ez pedig plusz terhet rak az őket ellátó szakápolói személyzetre. Mivel az idősek egyre magasabb átlag életkort élnek meg, így egyre több esetben fordul elő a demencia, mint megbetegedés az ő köreikben. Azt gondolom, hogy a házi segítségnyújtásban is, mint minden más területén az idős ellátásnak egyre több esetben találkozunk ezzel a betegséggel, és egyre nagyobb feladatot ró a kollégákra az, hogy ennek az ellátását biztosítani tudják. A szellemi képességek kóros mértékű elvesztésével járó demencia világszerte súlyos problémát jelent. A világon több mint 47 millióan küzdenek a betegséggel, Magyarországon a demensek száma 150 ezer és 300 ezer közé tehető.